Véget ért a 2015-16-os érsekújvári labdarúgó bajnokság. A 29. körben Szalka csapatát verte, az A csapat 1-0 arányban idehaza. Már a 7. percben berúgtuk a mérkőzés első és utolsó gólját, melyet Nothart Michelnek köszönhet a csapat. Ezzel az egy góllal a győztesnek járó 3 pont itthon maradt. A 30. utolsó körben idegenben döntetlent játszottunk Csornok csapatával. A két utolsó mérkőzés eredménye továbbra erősítette a Szőnyéni Sportklub dobogós 3. helyét. Az ifjúsági csapat a 6. helyen végzett.